Szervusztok! késztek egy videót arról, hogy miért fél az ember a hipnózistól. Egy páran kérdeztétek, hogy osztottátok meg azt a gyógyúj fénysebességgel hipnózist, és hogy vannak e emberek, akik félnek tőle. És akkor itt elmagyarázok egy pár ilyen érdekes, alapvető dolgot a hipnózisról, hogy miért félnek tőle az emberek. És szeretnék még egy akkor egy videót készíteni ezen kívül, valószínűleg ezután, hogy mit is csináltam én abban a hipnózisban, és hogy működik. Mert az ember megismeri, akkor rájön, hogy igazán az egész életünk egy hipnózis. Ebben a videóban akkor hadd összpontosít csak arra, hogy miért fél az ember a hipnózistól, és a másikban meg elmagyarázom, hogy mi a jó hipnózis, és mi a kevésbé jó hipnózis. Az egész életünk egy olyan szintű hipnózis, hogy amit az elme elfogad, mint igazat, magunkat hipnotizáltuk be arra, hogy elfogadjuk. Ebben ott van a rengeteg kiedelmünk. Mi elhittük azt, hogy a csúnya bácsi, csúnya bácsi, Mi elhittük azt, hogy az a bizonyos ember ezt meg ezt fogja adni nekünk. Elfogadtunk egy csomó olyasmi minden több tízezer dolgot, amit mi magunkkal hipnózisan keresztül vagy beetettünk magunkkal, vagy elfogadhatunk magunkkal. Megértem, hogy fél az ember a hipnozistól, én is féltem tőle. Én 2010 óta tanulok hipnozist, és igazándiban majdnem minden, ugye berendezés, készülék, televízió, rádió, még a mobiltelefonok, még a kompjúter és az internet és valami típusú hipnózis. A hipnozis annyit jelent, igazándiból, hogy befolyásolja az elmét. És amikor az ember ezt tudja, akkor már picit valószínűleg meg könnyebbül, mert az elme befolyásolása az nem nehéz, de amikor tudod, hogy ennyi az egész, hogy befolyásolni az elmét. Van egy olyan javaslatom nektek, amit vagy ima formájában, vagy ilyen affirmáció formájában megtudtok tudtok magatoknak adni, az, hogy ezt majd fordítsátok át, vagy masszázsoljátok, vagy tegyétek olyan szövegkörnyezetbe, vagy a legjobb legyen, hogy kedves univerzum, kérem azt, hogy csak is a számomra jó és a közösségnek jó üzeneteket fogadja el az elmém. És így legyen, és így van most. Jó, ez a, ez a lényeg, hogy lezárni egy imát, az nem ámen, mert az ámen az, az el le az imát, hanem ez így legyen, és így van most. Mikor az ember fél a hipnozistól, az azért van, mert már átverték. Érthető. Nagyon könnyű az befolyásolni. Nagyon-nagyon érdekes trükkök vannak, és én nem feküdtem rá igazán ezekből a rossz indulatú trükkökre, azért is kaptam meg ezt a rettenetes isteni erőt, meg ezeket a tehetségeket, mert soha nem használtam ki már rosszra. Tehát soha nem használtam rosszra. És minél több tesztet kaptam az univerzumtól, a Teremtőtől, annál inkább látták, hogy nincs benne a vénámban az, hogy másnak árcsak. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudtam volna tudod fonákból pofán vágni egy jó párat, de a vénámba bent legalul nincs benne az, hogy mások bántsak. Amikor valaki fél a hipnozistól, az azért is van, mert neki van elvaratlan vagy integrálatlan árnyoldala. És ez azt jelenti, hogy amit az a félő ember a hipnózisnak ti titulál, például ez a hipnózis, ez azt fogja csinálni, hogy engem átver. Most ezt tudom, hogy egy, egy triviális példa, de az az átverés, az az embernek van egy tisztátlan vagy egy tisztázatlan története, ahol ő átvert valakit. Ha van még egy nagyon érdekes tudatalatti struktúra, ami nagyon komoly traumákhoz vezet, és mindjárt van nagyon mélyre szánt, az, hogy a manipuláció, ami az emberben van, az emberi elme az nagyon manipulatív, ez főleg az ego. Mert hogyha egyenességgel próbálkoztunk a múltban, akkor az nagyon nem jutott szinte sehova, mert az egész Matrix arról szólt, hogy egy kis trükk, egy kis izé, akkor tudod, itt egy kis csúszó pénz, az egész egy manipuláció volt. És az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy ezek nem maradnak meg csak porszemként, amit mi a szőnyeg alá besöprünk, hanem ezek a negatív élmények és a bűntudat, ami ezekkel jár, az idővel növekszik. Azért van az, hogy sok ember mondja, hogy hát én jó voltam 30 éves koromig, és akkor egyszer csak, mint hogyha az egész világ megváltozott volna. Igen, mert, ahogy mondtam, növekszik. Ezt hívják úgy, hogy gestaltnak, aki ismeri a pszichológiát, a gestalt terápia erre alapszik. Tehát, aki fél a hipnozistól, az Vizsgálja át, kérem, azt, hogy mi az, amitől igazán fél. Nem a hipnózistól fél az ember, hanem amihez az vezethet. Mihez fog vezetni? Hát azt, hogy manipulálnak. Hát az, hogy egy ebben baba ba azok az ő gyógyulatlan történeteik, az ő árnyoldalok, ami integrálatlanok. Ezért is hívják ezeket kivetítésnek. Jó? És én teljesen megértem, ahogy mondom, a televízió, a mozi, a rádió, a, a mobiltelefon, majdnem minden, minden ilyen berendezés az egy manipulatív hipnotikus a berendezés. Tehát tényleg kell, észnél kell lenni. De most elmondok annyit nektek, hogy aki mondjuk én isteni tudatossággal járok, azt tudják, hogy Solar Christ Consciousness, az a Krisztusi tudatosság fölött van, nyolc oktával. Szerintetek, ha én elkezdenék rosszat csinálni ebben a típus hipnozisban, milyen kormával járna az? Milyen kormával? pusztító karmával. Tehát az én is észnél vagyok ám. Én értem a félelmeket, ebbe én vagyok szinte, Ez a legjobb, a, 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 hogy mondjam, képességem, hogy az embereket a félelemből kihozni, a traumát megoldani, ezáltal ők e, lábra kelnek, felállnak és végzik a maguk dolgát, amiért ők jöttek ide, erre a földre. Jó? Tehát ezt szeretem volna megosztani, hogy mindent értek, érthető, de hogyha ezt te nem dolgozod, vagy ezen te magad nem rágod át, és nem ereszted el a félelmeidet, akkor igazándiból az egónak egy áldozata lettél újra, ami viszont bele fog terelni téged a következő csapdába, és a következő traumatikus eseménybe. Jó, bármi kérdésedek van, szívesen állok rendelkezésetekre, és készítek még egy videót arról, hogy a hipnózis az mi is. Amikor jó indulatú szándékból jön, és hogy hogyan lehet nagyon jó pofa és nagyon effektív, nagyon hatásos hipnózist készíteni. Például a gyógyű fénysebességgel arról is majd beszélek, hogy a hat hangsábból, hogy hogy kevertem össze, és milyen, milyen gyógyító parancsok vannak benne, amit a, az elme elfogad, viszont az egót is közben nekem el kellett, hogy foglaljam, mert az egó azt a szerette rohangálni az asztal körüléssel. <laughs> És tudod, azt kicsit le kell kötni. Jó, köszi szépen, ennyi volt. Szervusztok!